hogy remek folyosót talált magának a vendégek 24-ese, és közben egy gyors játékot követően Balázs Sándor góljával visszaveszik a vezetést, addig, amíg a Mezőkövesd lassan, illetve hosszú ideig támadott, addig mi egy lendülettel végig tudtunk menni, és villám gyorsan megszereztük a második találatunkat is. Tarik, jó bejátszás István Péternek, aki hiába rántottak vissza, így is gólt tudott szerezni. És a rövid felsőbe pattintotta a labdát, Rigoljev. Ismét kettő gól a Mezőkövesd előnye, és lassan megkezdődik az utolsó három perc. Érkezik Balázs Sándor helyére István Péter. És Balogh Tiborral néz farkas szemet Olá Gábor. És sikerült túljárni a kapus eszén. A félidőben három góllal vezet a Mezőkövesd, mely kicsit fegyelmezettebb volt, mint a balmazújvárosi csapat az első 30 percben, így megérdemelt előnnyel vonulnak a 10 perces szünetre. Tehát a félidőben Balmazújváros Mezőkövesd 12-15. Rossz bejátszás, van induló ember, ezúttal nem lehetett indítani. Korsós a szélen, üres ember, Tarik góljával a 39. percben visszaveszi a vezetést a Balmazújváros. 18-17. A második félidőben eddig 8-6 arányban vezet a Balmazújváros, összességében a Mezőkövesd vezet egy találattal 21-20-ra. Olá lövése a blokkon megpattant, de így is megvan az egyenlítő találat. És egy újabb nagy védés Bagi Istvántól, és remek indítás Horváth Dánieltől, és Tomis Bozsán góljával ismét a Balmazújvárosnál az előny. Le a szélre, Temesvári a hosszú felsőbe vágja a labdát, kettő gól az előnyünk. És ez már sokkal jobban tetszik a balmazújvárosi közönségnek, mint az első játékrész vége. Igyekezni kell visszafelé, és egyenlít a Mezőkövesd 80 másodperccel a vége előtt, és Hanták nem sietteti a játékot. 15 másodperc, és 4 emberrel védekezünk. És leviszik a kapust. És az jelzik a játékvezetők, hogy büntető következik, 2 másodperc marad hátra, és gyakorlatilag ez is egy időn túli szabaddobás, illetve időn túli büntető, és góllal fejezi be a mérkőzést. Góllal fejezi be a mérkőzést a Mezőkövesd, így ezzel a büntetővel egyetlen egy találattal nyert a Mezőkövesd. Minden mérkőzésről jól esik a játékosoknak győztesként levonulni, még akkor is, ha csak edzőmérkőzésről van szó. Milyen tanulságokat vonhatnak le az elmúlt 60 perc játékából? Igen, különösen úgy, hogy egy nagyon izgalmas végjátékban sikerült nyernünk, tehát ami azt jelenti, hogy ugye nem is kell modellezni azt a szituációt, amiben biztos, hogy mi kerülünk, akár a alapszakasz folytatásában, akár a rájátszásban. Tehát azért ezek a kiélezett meccsek, a stressznek a szimulálása és ennek a menedzselése, valamint az eredménykényszer, akár erre, akár arra, tehát megtartani vagy utolérni, ez azt gondolom, hogy ez fontos. Tehát ezért volt ez nagyon jó, hogy értéke volt a védelemnek, értéke volt a támadásnak. Összességében azt gondolom, hogy tudtuk, hogy egy gyors csapat, és az is köszönjük, hogy vendégül láttak gyors csapat, aki szervezetten játssza a támadását, nagyon jól rendeződik vissza, és emellett, amit érzek, hogy a védekezésük, bár ugye most ugye Paul nincs, azért ő az egyik alapember, de azért amellett a védekezésnek a megbontása,
az egy nem egy egyszerű feladat. Tehát ahhoz taktikai tevékenység kell, tehát előkészítések az átlövőknek, abból a falnak a további bontása, tehát nem lehet egy egyszerű, szimpla játékkal, úgymond, mint egy NB1-B-s csapat ellen játszottunk, akkor ugye ez megoldható, hanem itt azért már a nehézség. Tehát át kellett állni egy nehezebb mérkőzésre, és azt gondolom, hogy ezt jól szolgálta, nagyon jól modellezte, és ami még nagyon fontos, hogy a párharcokban, tehát a védelemben, tehát az egy-egyeknek a megnyerése, abból való tovább folytatása a játéknak, tehát a faultok elkerülése, ezek hihetetlenül fontosak a mostani játék felfogásunkban, meg egyáltalán, amit gondolunk, és abban örülök, hogy ebbe azért volt előrelépés. Tehát tavaly nagyon sok megállító faultot kaptunk, védelemben nem tudtuk ezeket, nem tudtuk a lendületeket elvinni, és eléggé kiszolgáltatottak voltunk. Ezen dolgozunk, úgy gondolom, hogy ebben tudtunk egy lépést előre tenni. Reméljük, hogy innen nem visszafele megy az út. A második fél időt ugye 3 gólos előnnyel kezdte a Mezőköves, de aztán a Balmazújváros is vezetett 2 góllal. Ilyenkor nyilván lélektanilag a Balmazújváros volt előnyben. Honnan tudott még erőt meríteni a csapat? Na, ennek örülök, tehát pontosan ez volt a lényeg. Annak nem örülök, hogy 2 lett, mert úgy gondolom, hogy ott olyan hibákat követtünk el, ami a teszetosztatákból jött, tehát nem igazán fejeztük be az akciót, amikor be kellett, és abból a buta technikai hibák jöttek, vagy egy olyan lövés, aminek nem volt igazán esélye. Viszont a -2-ről való fölállást, tehát hogy ezt 3-mal megnyertük, abban nagyon sok érték volt. Tehát főleg abban az irányban, ahogy kidolgoztuk a helyzeteket, értékesítettük, és a védelmünk pedig igyekezett nagyon feszesen állni. És mögötte ugye modelleztem azt is, hogyha elfárad egy kapus, mi van, hogyha ott abban az adott helyzetben kell valami plusz. Ebbe is voltak előremutató jelek. Volt, ami nem tetszett, de inkább azt mondom, hogy több, ami tetszett. Az elmúlt napokban milyen edzéseken van túl a Mezőkövesd? Mennyi erőt vett ki a fizikai felkészülés a játékosokból? Hát ugye mi múlt héten edzőtábor voltunk Tiszaújvárosban, és utána egy nagyon nehéz mérkőzés Gyöngyösön. Tehát ugyanilyen kemény ember-emberelni küzdelemmel, ahol nagyon fontos volt, hogy az agy, amit parancsol, a test hogyan hajtja végre. Tehát ez remekül sikerült, de egy nagy volumenű munkát végeztünk el, amelyben a lábmunkára, a kontaktokra és a taktikai repertoárnak a bevezetésére került a sor. Ezen a héten, ugye ez a második edzőmeccsünk, kedden is edzőmeccset játszottunk, és még szombaton is fogunk, és közben már inkább a fizikai szín megtartása mellett inkább a kombinációknak a begyakorlására, a védőkapcsolatoknak a megerősítésére, és egy picit azért a frissítése, tehát átfordul a technikai-taktikai arányba a munka. A Mezőkövesd elleni edzőmérkőzésen 1 góllal alul maradtunk. Milyen tanulságai vannak a mérkőzésnek? Nagyon komolyak. Visszatalálunk az NB1-ben. Eddig ugye minden szép volt, jó volt, szaladgáltunk, dobáltunk össze-vissza, minden jó volt. Most találkoztunk egy NB1-es csapattal, aki az NB1-es stílusban játszott, és mindjárt nagyon nagy problémánk volt az első fél időben, mert nagyon nehezen találtunk vissza abba a játékrendszerbe, amit kell játszani az NB1-ben. Erre nagyon-nagyon jó volt a mérkőzés, hogy rájöttünk arra, hogy félgőzzel ez nem működik. Aztán a második fél időben javítottunk, megpróbáltunk feljönni, de azt a végjátékban elkövettünk 2 felesleges szabálytalanságot, amiből kiállítás lett, és ezzel el is vesztettük saját magunknak a mérkőzést. Ennyi a rövid történet. A fél időben mi hangzott el az öltözőben? Mi az, amire jobban figyeljenek a játékosok? Mindenképpen arra hívtam fel a figyelmet, hogy sírdogálhatunk mi, mind a kislányok az óvodjúdvaron, hogy fáj a lábunk, meg fáj a kezünk, meg fáj, mindenkinek fáj az NB1-be. Ez egy ilyen időszak most. Az ellenfélnek is fáj. De mi szépen úgy beledőltünk a nagy fájdalmunkba, szépen komótosan, labda nélküli mozgás nélkül, gyenge védekezéssel, kommunikáció nélkül próbáltunk mindenki teljesen takarékon, és hát ki is harcolt a Mezőköves magának egy gyönyörű szép kis előnyt. Aztán utána, amikor változtattunk ezen a második fél időben, akkor följavult a játékunk is, de hát olyannyira nem tudott feljavulni az első fél idő után, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Az elmúlt napokban milyen edzései voltak a játékosoknak? Mennyire játszhatott eszközre a mai mérkőzésen? Halálos. Nagyon-nagyon sokat edzünk. De ezt tudták jól, hogy ez így lesz. Minden csapat nagyon sokat ez, mindenki nagyon fáradt. Ahogy mondtam, nekünk is fáj minden, sérültjeink is vannak, de hát ez az időszak, amikor ezzel együtt kell játszani.
az ellenfél ugyanebbe a cipőbe járt, tehát ez nem lehet kifogás. Milyen volt az elmúlt hétvégén a szlovákiai torna? Jó, nagyon kellemes, nagyon szívélyes volt a vendéglátás, gyönyörű környezet, nagyon jó étkezés, nagyon jó mérkőzések, nagyon jó hangulat, nagyon sportszerű játék. Számunkra a legideálisabb volt, nagy tempó, minden csapat nagy tempóban játszott, és ez éppen jó volt nekünk. És mennyire voltak kemények az ellenfelek, hiszen ha az eredményből következtetünk, akkor az első mérkőzés volt szoros, a másik kettőt simán nyertük. Fordítva volt, az első kettő volt nagy gólarány győzelem, és az utolsóban szépen belealudtunk, ahogy kellett, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy a szlovák és lengyel vagy cseh kézlabdázók is megmutatták, hogy játsszák ezt a játékot. Mi jó tempóban voltunk, jó kombináltunk, gyorsan játszottunk, ennek köszönhető a sok gól. Mikor érik el a felkészülésben azt, amikor már csak a taktikai elemekre figyelnek, a fizikai állóképesség már meg lesz? Hát a jövő héten már könnyebb lesznek az edzések, előtérbe kerülnek a taktikai mozgások, illetve azoknak az újbóli átvétele, a pozíciók, a helyezkedések, az már egy könnyebb szakasz, tehát ott abban lesz nehezebb, hogy ott az agynak kell fokozottan dolgozni, nem csak a testnek. Ami február 3-án kupa meccset kell, hogy játszunk Orosházán, amiben van egy jó lehetőség, tehát igazából az Orosháza esélyesebb, de egy mérkőzésre vagyunk a Final Four-tól, és tavaly mi ott voltunk, tudjuk, hogy milyen jó érzés volt ott, és ugye az ember, amit valahogyszer megkóstolt, akkor remélem, hogy most bele tudunk annyi energiát vetni, hogy még egyszer akarjuk. Reméljük, hogy jó Isten velünk lesz, és sikerül.